Dénes Zoltán rendező operatőr táncháza, ahogy elkezdődött filmjével folytatódott az Alba Régia Táncegyüttes 75 éves jubileumi programja, amelynek ezúttal is a Malom utcai táncház adott otthont. Juhász Zsófia elmondta, az a céljuk, hogy egy kicsit más oldalukat is megmutassák ebben a jubileumi évben. Nyilván az a célunk, hogy egyrészt mi is megmutassunk egy kicsit más oldalunkat ebben a jubileumi évben, de természetesen vannak néptánc bemutatók, van kiállításunk, ami itt most körül is vesz bennünket, van egy beszélgető show, aminek szóbeszéd az elnevezése, ide várjuk a régi táncosokat, akik a különböző generációkban itt táncoltak a táncházunkban, illetve hát a népi együttesben, és az év során több olyan bemutatóval is kedveskedünk, ami családoknak szól. Igazi különlegességnek ígérkezett a Szóbeszéd című program második felvonása, ahol ezúttal is a régi és az új tagok csevegtek, sztoriztak és igyekeztek tisztázni a pletykákat is. Gáber Attila Glazú, az Alba Régia Táncegyüttes egykori tagja kiemelte, olyan témákról beszélgettek, amik az ő generációjában központi témák voltak. 20 évet töltöttem el az Alba Régia Táncegyüttesbe, és nagyon nagy boldogsággal jöttem ide vissza. Úgy is mentem el innen egyébként, hogy az az idő, amit itt töltöttem, az nekem a gyönyörű fiatalságom volt. Tehát ezt kimondani nem lehet, hogy mit kaptam a táncosoktól, a barátaimtól, meg ettől az egész Alba Régia Táncegyüttestől, akkor még Fejér megyei népi együttestől. Ez volt az életünk. A jubileumi programot kocsmakvízzel zárták a játékos kedvű vendégek részvételével.